Postmodem. A digitális világ érdekes. Konkurenciát kapott a Facebook és a Twitter, és egy nagyon-nagyon nagy formátumú szereplőtől. Nézzük csak. A Wikipédia alapítója a Facebook és a Twitter babérjaira tör. Jimmy Wales, a Wikipédia nevű internetes lexikon társalapítója, megindította a Facebook és a Twitter riválisának szánt internetes közösségi portált. Az 53 éves internetes vállalkozó újságíróknak elmondta, a Facebook és a Twitter felületessége késztette az új fórum beindítására, és azt reméli, hogy az új portál legyőzi majd a szerinte kattintásvadász, félrevezető hírekkel megtüzdelt, és mára már gigamennyiségű reklámot tartalmazó Facebookot. Úgy fogalmazott, az emberek torkig vannak az ócska hírekkel és az álhírekkel. Nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy alapvetően ez a Wiki Tribune-nek egyfajta folytatása, és kifejezetten a hírekre fókuszál. Tehát ez és azt milyen jelenti, hírekre? Mert mondhatjuk, hogy a Facebook meg a Twitter is a hírekre fókuszál. Azért ezt hozzá kell tenni, már egy ideje használom a Wiki Social-t, és így figyelem, hogy milyen hírek vannak. Uh-huh. Az valóban egy nagyon becsülendő cél a Jimmy Wales részéről, hogy szűrjük a fake news-t, és talán nem is tűnik rossz ötletnek, hogy ezt bízzuk a felhasználóra, csak ez az egy gond van ezzel, hogy felhasználóban is van sokfajta. Hát ez az, amire céloztam az előbb, ugye? És tehát azt, hogy azt mondjuk, hogy ne legyen fake news a VT Social, az nem fogja azt jelenteni, hogy ez meg is fog valósulni, vagy meg is fog azonosulni. Sőt, ha nincs... Mi a tapasztalatod? Hát bizony van fake news a VT Social. És ez kiderül? Felszínre jön a kommentekből legalább? Igen, tehát reagálnak rá a kommentekbe. Na most gyakorlatilag úgy működik a, úgymond a szűrése a fake newsnak, hogy elvileg bárki beírhatja, megjelölheti a bizonyos posztokat, hogy ez fake news. Egyébként bevallom őszintén, ezt már én is megcselekedtem bizonyos posztoknál, hogy odaírtam, hogy fake news, misinformation, stb. Csupa nagybetűvel. De ez nincs igazán szabályba lefektetve. Tehát egyrésztől, másrésztől meg, ha ez megtörténik, tehát én ezt megtettem, azon kívül, hogy visszaírja az az ember, aki ezt a fake news posztolta, mert hát nyilván miért bosszantja, hogy át lett írva, akkor én megint átírom, és akkor az egész átmenjen óvodába, egymást írogatjuk át, és nem történik a poszttal semmit. De figyelj, a nagy Wikipédián ez azért mégis sokkal szabályozottabb keretek között van. Hát, mondjuk ott is vannak nagy ostobaságok. Holott, és számos szócikke körül számos forrongás vagy egyéb. Hogyne, kellemetlen esemény. De nagy általánosságban azért sok minden, tehát megbízható, de kétségtelen, hogy komoly problémák vannak azzal. Hát most a Wikipedia áttérben, most nem akarok konkrét példákat mondani, de régen én találtam bizonyos, amikor keresgéltem bizonyos politikusokról bizonyos információkat, amelyek aztán egy idő után eltűntek. Igen. Mert hát végsősorban ő maga is editált, és ha olyan kényes információ van róla ránézve, vagy a hívei is editálhatják, akkor kitörlik, és akkor megszűnik ez az információ. No, de ugyanez működhet fontosabb történelmi személyiségekkel, akiket más különböző nemzetek egészen másféleképpen ítélnek meg. És az egyik nyelvű Wikipédián azt írják róla, hogy piros, a másikon pedig azt, hogy másik nyelvű nemzethez tartozó Wikipédia cikkekben azt írják róla, hogy zöld. Aztán most hogy tegyünk benne rendet? Ebből rend lesz szerinted a Wiki Tribune Social legújabb hálózaton? Hát ezt még nagyon nehéz megmondani, mert egyelőre semmilyen feedback vagy visszajelzés nincs arra vonatkozólag a Jimmy Wales egyelőre eléggé láthatatlan csapatától, hogy most ezekkel a hírek, fake news hírekkel mi lesz. Az biztos, hogy most azt leszámítva, hogy tényleg politikai fake news is felkerült már. De általában azért mi a helyzet? De a legeklatánsabb példa, hogy egyébként a legnagyobb csoport, vagy SubWiki, ahogy ezeket ott hívják, a videójáték csoport, most már 7000-en vannak, összehasonlításképpen a Magyarország csoport, aminek elvileg jóval magasabb, nagyobbnak kéne lennie, az még az 1000-et sem éri el. Tehát egyébként az a teljes felhasználói állománya mekkora, tehát hogy tart most az üzlet? Az az érdekes, hogy azt mondják már, hogy most már 340 000 feliratkozó van, igen ám, de hozzá kell tenni, hogy a kezdeti időszakban minden felhasználó csak egy olyan kezdőképernyőt lát, ahol felajánlják neki, hogy fizessen havi 1700 forintot, és akkor azonnal be tud lépni a felületre. Egyébként meg várakoznia kell. Tehát ez fizetős szolgáltatás?
Nem, tehát alapvetően nem fizetés szolgáltatás, csak éppen... De lehet adakozni. Lehet adakozni, igen. Most egyébként nem. És ha adakozol, akkor hamarabb tag lehetsz. Ha nem adakozol, akkor várnod kell. Akkor várnod kell, igen. Hát megmondom, azt én kivártam, amit bekerültem. Azért a Facebook az több mint 2 milliárd felhasználóval rendelkezik. Magyarországon gyakorlatilag, aki internetezik, az ott van a Facebookon. Tehát ez reális, hogy bármit és el lehet itt érni? Hát ez alapvető... Kritikus tömeg nem túl nagy már? Igazából az alapvető különbség a kettő között egyrészt, hogy ugye a Vitisztos az tényleg kifejezetten a hírekre fókuszál, tehát aki többé-kevésbé megbízható, de alapvetően hír alapú portál akar. Nagyon kérni. Más vetétás, nem lehet összemérni a Facebooknak a profiljával. De magukra azt mondják, hogy ők konkurensek akarnak lenni. Igen, és tehát az üzleti tervben ez benne van? Az üzleti modell egészen más. Tehát ugye a Facebook az egy alapvetően üzleti vállalkozás. A Wikipedia pedig alapvetően nem az. Így van. És a VT Social sem üzleti vállalkozás? Alapjában mi az sem. Önfenntartó szeretném maximum. Igen. Tehát a Facebook minden egyes bitje arról szól, hogy a felhasználóból és a hirdetékből pénzt húzzon ki, ahogy csak lehet. Tehát gyakorlatilag ez tényleg egy 100%-osan a legklasszikusabb értelme egy kapitalista vállalkozás, aminek körülbelül nulla küldetéstudata van. Ennek szöges ellentét a VT Social. Hát meglátjuk, hogy tud fennmaradni. Visszatérve egyébként a Facebook News-on, azért ez szerintem egy hát enyhén szóval problémás megoldás, hogy gyakorlatilag azok a hírportálok, ugye a nagy hírportálok, amelyek bekerülnek a Facebook News-ba, tekintélyes mennyiségű pénzt kapnak egyrészt a Facebooktól a hírekért, másrészt pedig maga az a tény, hogy ott lehetnek, az nekik forgalmat generál. Ebből pedig mi következik? Az következik, hogy köszönöm, talán nem fogják annyira kritizálni sem a Facebookot, sem már Zuckerberg mondjuk kicsit túlnőtt globális hatalmát, és nem fognak olyan témákba vagy cikkekbe belemenni, amelyek ezeket a kérdéseket feszegetik, mert mondjuk nem szeretnék, hogyha holnaptól közölnék velük, hogy hopp, már nem vagytok benne a Facebook. De minden esetre a Viti Social, tehát a Wiki Tribune Social egy új kezdeményezés, amelyben határozottan van valamiféle ideológia, van egy küldetés, sok szimpatikus elem is van, nyilván sok vitatható is elem is van, de hogy van alternatíva végre, az mindenképpen üdvözítő.